Jó estét kívánok, ez itt a Szertár, a Kanizsa Televízió heti sportmagazinja. Bagó Gábor lett a Nagykanizsai Futsal Klub új vezetőedzője. A szakembert a hét elején mutatta be a klub elnöke. Bagó Gábor nem ismeretlen a kanizsai futsalosoknak, hiszen több kanizsai játékossal is dolgozott már korábban. A tréner és a klubvezetés célja is, hogy a csapat felkerüljön az NB2-be. Pozíció lesz, kiveszünk az ellenkező oldali szélső pozíciót. Már munkába is állt a Nagykanizsai Futsal Klub új vezetőedzője. Bagó Gábor a napokban kötött szerződést a kanizsai klubbal. A szakember nem ismeretlen a kanizsai futsalosoknak, hiszen több játékossal is dolgozott már korábban. Örültem a kanizsai megkeresésnek, azokból kifolyólag is, hogy több játékossal tudtam már ott Egerszegen együtt dolgozni, és az eddigi munkát is azért próbáltam itt a Szőke Ádinak segíteni azzal, hogy edzésanyagokat, illetve folyamatosan érdeklődött tőlem, hogy mit, hogyan kellene a csapat felépítésében elkezdeni, vagy akár csinálni. Úgyhogy ebben próbáltam neki már segíteni. Nem egy ismeretlen közegbe jövök, ahogy már mondtam, jó pár játékossal, Nagy Gergővel, a Béli Milánnal, Pesti Attilával, vagy akár a Szőke Ádámmal is dolgoztam együtt Zalaegerszegen, akikkel úgy érzem, hogy elég szép sikereket értem el. Mi lesz itt a legfőbb célod most? A legfőbb célom az lesz, hogy egy rendszert ki tudjak alakítani a csapatjátékán belül, mind védekezésben, mind támadásban, és bízom benne, hogy sikeresek tudunk lenni itt az NB3-ban, és minél hamarabb akár az év végén feljutunk az NB2-be. Bagó Gábor szerint a nagykanizsai futsalosok jó formában vannak, de azért még tapasztalható apró hiba, amit mindenképpen javítani kell. Több mérkőzést is megtekintettem, akár a Győr új barátot, akár Szombathelyen a Haladás elleni meccsüket is a kanizsaiaknak. Láttam azért hibákat mind védekezésben, mind pedig támadásban. Úgy érzem, hogy nagyon jó játékosok vannak itt Kanizsán, és most már csak annyi, hogy egy rendszert kell kialakítanom. A védekezés részéből egy agresszívabb letámadást szeretnék majd velük játszhatni, támadásban viszont a center játékot elég jól csinálták a fiúk, ezt egy kicsit finomítani, és úgy érzem, hogy nem lesz probléma. A tapasztalt szakember már több mint 8 éve tagja a futsalosok családjának. Korábban Szombathelyen, majd Zalaegerszegen is irányított csapatot, és egészen az NB1-ig meneteltek. Azért van rá most nagy szükségünk, mert elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor már komolyabb szakmai munkát igényel az, hogy a csapat a folytatásban jól tudjon szerepelni, illetve a jövőbe is előre tekintünk, tehát függetlenül attól, hogy most NB2 vagy NB3 a következő szezon, szeretnénk, hogyha ez szakmailag meg lenne alapozva, illetve ahogy a sajtótájékoztatón is ugye elhangzott, az utánpótlás elindításában is rengeteg szakmai kérdés és munka vár, amiben Gábor szintúgy ugye segítségünkre lesz. Nagy múltan rendelkezik, mint elmondta, de elnökként mit vársz tőle? Azt szeretném, hogy ha a csapat megtartaná az identitását és a gerincét, tehát kanizsai játékosokat építenénk be hosszú távon, akik eredményesen tudnak szerepelni. Itt rengeteg embert kell megtanítani futsalozni, ez teljesen más ügy, mint a nagypályás labdarúgás. Erre ő is alkalmas, illetve azt szeretném, hogyha közösen elérnénk azt a célt, hogy meglegyen Nagykanizsán a futsalnak az az alapja, amire építkezni tudunk, akár a másodosztályban már stabilan. Come on, get it down and dirty, babe.
get dirty, dirty, babe. Jelenleg a tervezési fázisban vagyunk, most tavasszal szeretnénk, hogyha összeállna már az a váz, és a játékosokat is elkezdenénk a csapatokhoz irányítani. És hát ugye a következő bajnoki idényben tudjuk indítani az utánpótlás csapatokat, ahol az szeretnénk, hogyha a saját játékosaink lennének az edzők, Bagó Gábor szakmai irányításával. Ez hosszú távon azért jó, mert szakmailag könnyebb beépíteni majd a felnőtt csapatban a játékosokat, ugyanis hosszú távon én azt mondtam Gábornak is, hogy azt szeretném, hogyha 2-3 éven belül esetleg már saját nevelésű játékos tudnánk nevezni a felnőtt csapatba, és pályára is tudna lépni. U11, U13, U15, U17, U18 és U20, ezek azok a korosztályok, amiben gondolkozunk, ebből ugye kettő peremfeltétel az MB2-es nevezéshez. Ezeket a korosztályokat szeretnénk elindítani. Ugye az utóbbi kettő, tehát a 18-20, ez ugye Kanizsán egy kicsit nehezebb, mert ez az a korosztály, ami ugye inkább eltűnik a városból, de ettől függetlenül szeretnénk ezekből is masszív csapatot csinálni. Az U20-ban meg egyfajta ilyen előszobát. A Nagykanizsai Futsal Klub az idei szezonban 7 győzelmet és 1 vereséget könyvelhet el, a tabellát pedig 2 ponttal vezetik. A fiúknak így minden esélye megvan arra, hogy felkerüljenek a másodosztályba. Elindult a felkészülés az UFC-nél. A nagykanizsai focisták már január első hetében megkezdték az erőléti edzéseket. Az alapozási időszak első mérkőzésén az MB3-ban szereplő Andrásidát látták vendégül Gombos Zsolt tanítványai, majd összecsaptak a ZTE U19-es csapatával is. Nem véletlenül választott erős ellenfeleket a kanizsai szakvezetés, hiszen a bajnokik mellett február 20-án jön a történelmi Magyar Kupa mérkőzés a Békés Csaba ellen. Nem csak a pályán, hanem a konditeremben is keményen edzenek az UFC játékosai. Elkezdődött ugyanis a tavaszi szezonra a felkészülés. Most erőfejlesztés van, van egy kis dinamikus láb, ki is megyünk majd, de főleg felső testerősítés, illetve két ember, a Feri bácsi, illetve a Németh Imre az erőleti edzőnk irányításával. Itt tudjuk, igénybe tudjuk van a lépcsőt, tehát lábizmot is itt vannak a különböző gépek, úgyhogy ez van, utána megmegyünk ki egy kis domfutásra. Úgyhogy ez a ma labda nélküli tréning van. A felkészülésbe már a két új igazolás is bekapcsolódott. Most a téli átigazolási szezonba keresett meg a nagykanizsai klub, és a felkészülést azt már sikerült itt elkezdenem. Az előző klubom, Csács, az elengedett. A remények az meg szerintem egyértelmű, adott cél bajnokság megnyerése. Azért jöttem, hogy ezt a célt most már végig, hogy az őszi szezon után ezt most már mindenképp biztosítsuk. Hasonló célokkal érkezett Ajkáról Nagykanizsára a másik igazolás is. Most a téli átigazolási időszakban érkeztem, nyáron is már megkeresett a Kanizsa, volt egy magasabb osztályú lehetőségem, ahol viszont kevés játék lehetőséget kaptam. Kanizsán úgy gondolom, hogy többet fogok játszani, és a csapat használat tudok lenni. Elkezdtétek már a felkészülést, mit látsz, milyenek a csapattársak, be tudtál-e már illeszkedni? Hát nagyon sok embert ismertem már innen, mielőtt jöttem, jó barátaim, együtt kispályáztunk is, és hasonló területekről ismertem őket. Úgy gondolom, hogy fiatal társaság, jó társaság, nem csak csapattársak, hanem barátok is itt, akik együtt fociznak. Mit látsz, mennyi esély van arra, hogy feljussatok az NB3-ba, hogy itt vagytok a küszöbön gyakorlatilag, listavezető az UFC, mit látsz? Én úgy gondolom, hogy a bajnokság megnyerése már nem lehet kérdés. Az osztályozó az a tavalyi évben nem sikerült, ez egy jóval fiatalabb és jóval ambiciózusabb keret, és úgy gondolom, hogy sikerülni fog idén. A két új játékosról Gombos Zsolt vezetőedző jó véleménnyel van. Már régóta figyelem itt a környékbeli játékosokat, a Patrikkal már régóta kapcsolatban vagyok, és ugye most nyáron Ajkára igazolt, de ott nem jött be a számításról, mert nem kapott annyi játék lehetőséget, ugye MB3 egyik élcsapatáról van szó, nyugati csoportban, és ezért most úgy döntött, hogy most elfogadja a felkérésünket, és ezért itt idejött. Tehát a Horváth Patrikról van szó, ő egy támadó, rendkívül agilis, nagyon jó képességekkel rendelkezik, gyors, dinamikus, illetve a másik játékos a Kovács Gyuri, aki
úgymond nagykanizsai, tehát nem nagykanizsai születésű hely, de itt nőtt fel, és ennek igazán örülök, hogy sikerült egy olyan játékost, aki szintén nagyon jó képességű, ő a tengelybe szinte bárhol játszhatott, tehát hátul, középen, elől, és így, ő is egy nagyon jó játékos. A kanizsai focisták már két felkészülési mérkőzésen is túl vannak, a látottak alapján a csapat jó formában van. Az András Ida rendkívül jó csapat, nekünk mindenképp ilyen csapatokkal kell játszani, és úgyis alakítottam ki a felkészülési programot. Ha jól tudom, az ötödik helyen vannak az NB3-ban, ez meg is látszott a mérkőzésen. Ettől függetlenül annyit kértem a srácoktól, hogy ne azt csináljuk, amit az Érd ellen, hogy félénkek vagyunk, meg nincs önbizalmunk, és úgy is kezdtük a mérkőzést. Én ahogy emlékszem a mérkőzésre, az első 20-25 percben talán átsejöttek nagyon a félpályán, és ott rendre alakítottuk ki a lehetőségeket, aztán hát ebből nem sikerült gólt szereznünk. Az egész mérkőzés azt jellemezte, hogy egy rendkívül erőteljes mérkőzés volt, nagyon sok párharccal, nem is azt mondom, hogy agresszív, néha már alattomos játék volt. Két játékos meg is sérült az ellenféltől, sajnos az egyiknek bokaszalag szakadása van, Ferenc Zoltánnak, úgyhogy ezúton is innen is jobbulást kívánunk neki. De én úgy gondolom, hogy tehát felvettük a kesztyűt, mert hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor nálunk lesz sérülés. Másik mérkőzésete? Másik még mérkőzés, ez nagyon érdekes, mert felkészültünk arra, hogy egy nagyon jó felkészített csapat, rendkívül erős, és ott is megvolt én egyet kértem a srácoktól, hogy amit tudtunk nyújtani fizikálisan az András Ida ellen, ha azt átviszük, akkor nem lett probléma, mert én úgy gondolom, hogy a játékba, tehát játékügyesek voltak, gyorsak voltak, dinamikusak voltak, viszont pont ez, hogy mi azért egy felnőtt csapat vagyunk, ők pedig egy ifjúsági csapat, talán ez okozta a sikerünket, ez is. És úgy gondolom, hogy jól játszottunk, 4-1-re sikerült nyerni. Labda birtoklásban érdekes módon, tehát többet birtokolták a labdát jóval, mint az András Ida. Én azt mondom, hogy ilyen labda birtoklás, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen 60-40% volt az ETE U19 javára, és inkább mi kontrákra alapoztunk, de hát ez sikerült, és jól játszott a csapat. A nagykanizsai csapat közönség találkozót is szervez hamarosan, hogy szurkolóiknak minden kérdésükre válaszolhassanak. Én úgy gondolom, hogy a legfőbb célja az volt, hogy a szurkolók nem csak a pályán kíváncsiak a csapatra, vagy hát arra, hogy mi van velünk, meg nem csak a tévéből, a sajtóból, mert mindenképp hasznos dolognak tartom, és jó dolognak tartom, hogyha különböző kérdésekre választ tudunk adni. Ebbe beletartozik az erősítés, a felkészülés, az, hogy milyen tervek vannak, hogy tervezzük, és szeretnénk, megmondom őszintén, hogy a szurkolókat egy kicsit közelebbről megismerni, és kicsit közelebb hozni az első csapathoz, a nagypályás csapathoz. Ezek a legfontosabb tervek, és ott válaszolunk természetesen különböző kérdésekre, mert azért van mit letisztázni itt hallani ezt-azt, úgyhogy szeretném ezeket a dolgokat letisztázni. Mikor és hol lesz? Ez a Pannon Egyetemen lesz, február 3-án szombaton, 13:30-kor, 13:30-kor. Az UFC játékosainak hamarosan a Magyar Kupában is bizonyítaniuk kell, február 20-án ugyanis a Békés Csaba ellen játszanak hazai pályán. Az egyik leggyakoribb újévi fogadalom az életmódváltás, ebbe gyakran beletartozik a sportolás el, illetve újrakezdése. Manapság egyre többen próbálják ki erre a célra is a funkcionális edzést, akár személyedzők segítségével. A januárt akár az életmódváltás hónapjának is hívhatnánk. Az újévi fogadalmaknak vagy a komolyabb elhatározásoknak köszönhetően az év első hónapjaiban ugyanis jelentősen emelkedik a konditermeket látogatók száma. Úgy veszük észre, hogy januárról nincsenek hiteles adataink, de ugye 20-30%-kal decemberhez képest megnő a forgalom. Hogy az újévi fogadalmasoknak mennyire betudható? Hát elég valószínű, a január az mindig ilyen, amikor kicsit megdobja a forgalmat.
Bár valószínűleg januárban kezdik el legtöbben ezt a sportot, de ma már kijelenthető, hogy az év minden időszakában nagy népszerűségnek örvend a súlyzós edzésforma. Én úgy látom, hogy megnövekedik. Az, hogy milyen arányban, azt nehéz megmondani, mert annyira nem látjuk át a dolgot. Viszont szerintem köszönhető az újévi fogadalmaknak is, illetve annak is, hogy általában ilyenkor, amikor jön egy új év, akkor az emberek szeretnek valami újba belevágni, és nem feltétlenül kötném össze a fogadalmakkal, de igen-igenkor többen látjátják a konni termünket, mint személyedzésre is, mint egyedüli edzésre is. Most egy nagyon picit elkanyarodjunk szorosan a témától. Igen. Ugye most mondhatni, hogy elég nagy keletje, divatja lett a személyedzésnek, de aki már régebb volt abban, vagy a szakmában, az valós tendencia, tényleg így utóbbi években egyre többen keresnek fel személyedzőt azért, hogy akár a testképet, testúlcsökkentsének változtassanak. Én 3 éve dolgozok személyedzőként. Amikor elkezdtem dolgozni, akkor egyedül voltam itt, mint személyedző. Most már 7-en vagyunk, úgyhogy 3 év alatt ennyit növekedett. Az interneten pár kattintás után olvashatunk olyan csodatablettákról és különböző diétákról, amik azt hirdetik, hogy különösebb mozgás nélkül szimplán ezenszerek használatával is elérhető az áhított fogyás. A szakemberek szerint ezeket a módszereket jobb, ha mindenki elkerüli. Úgy gondolom, hogy ez nagyon jó üzleti fogás, amit ugye elmondtál is, illetve nagyon sokan erre az útra térnek, pontosan azért, mivel, ahogy mondtad, nem kell hozzá dolgozni, nincs benne nagy munka, csak kicsit gondolja az ember, hogy változtat a táplálkozásán, beszed különböző táplálékegészítőket, és akkor majd jó lesz. De ez általában nem így működik, maximum fogynak 1-2 kilót. Legtöbb esetben ugye szokták ezeket a drasztikus diétákat is választani, amivel azt szokott történni, hogy ha érnek is el vele egy komolyabb eredményt, akkor miután abba hagyják ezt a drasztikus diétát, mert ugye ezt azért egész évben nem lehet, akkor ugyanúgy visszahíznak, vagy rosszabb esetben még sokkal jobban. Úgyhogy ennek én így nem látom sok értelmét, de sajnos az emberek általában ezt választják. A könnyűnek tűnő megoldások helyett a valós testmozgást ajánlják mindenkinek a nagykanizsai edzők. Amit én ajánlok, az a súlyzós edzés. És azért ajánlom a súlyzós edzést, mert akár magába, akár sport mellé specifikus edzésnek a legjobb. Tehát manapság be kell látni, hogy minden sportágnak kiegészítője a súlyzós edzés. Az, hogy valaki funkcionális edzés választ, vagy klasszikus súlyzós edzés, ez egyéni. A januári lendület azonban gyakran pár hét, esetleg hónap után alább hagy. Akik személyedzésre járnak, azok általában maradnak. Tehát ha most az én vendégkörömet veszem példának, nekem a legtöbb vendégem már évek óta járnak hozzám rendszeresen, tehát azok általában maradni szoktak. Akik egyedül jönnek be, azoknak hát egy része marad, egy része nem, ez mindig változó. Talán én rámondanám azt, hogy mondjuk ugye az emberek 10-20%-a marad csak meg ilyenkor egész évre. A súlyzós edzésforma sikere ellenére nagyon sok tévhit övezi a sportágat. Az edzők gyakran hallanak olyan felvetéseket, hogy én nem szeretnék karozni, mert hatalmas bicepszem lesz, vagy én nem akarok akkora lenni, mint a testépítők. De aki ismeri ezt a sportot, az tudja, hogy ezek nem valós problémák. Ez tényleg így van, tehát mondhatni 10-ből 5 hölgy nálam is, amikor jön személyre, akkor elmondják, hogy ők nem akarnak súlyzós edzést, mert hogy akkor nagyon izmosak lesznek. Ez nem így működik, tehát ahhoz, hogy valaki elérjen egy olyan fizikumot, amit tévében, képeken, interneten látunk, ahhoz évek munkája szükséges, illetve nyilván olyan teljesítményfokozó szerek, amivel ezt elérhetik. Én úgy gondolom, hogy ha egy hölgy elkezd edzeni és a súlyzós edzést választja, akkor 1-2 év után képes olyan eredményt elérni, amivel teljesen elégedett lesz magával, és nem kell megijedni, nem lesz tőle senki testépítő bajnok attól, hogy megfog egy súlyzót. A fogadalmak között gyakran helyet kap a heti 2, esetleg 3-szori futás is. Hosszú távon azonban ennél komplexebb megoldást nyújthat a súlyzós edzésforma. Mondjuk, ha egy ember választott futásról beszélünk, ugye, a futás az egy anaerob mozgás, igazából fogyni fog vele, tehát biztos, hogy lesz 1-2 kiló, amit ledob, de igazából a testünknek az alakját a vázizomzat adja meg, hogyha ezt nem erősítjük, nem fejlesszük, akkor csúnyán mondva lőttyettek maradunk, nem lesz feszes a bőrünk, nem lesznek tónusosak az izmaink, ugye a lányoknál szokott ez problémát jelenteni, főleg farizom tájékon, ezért én mindenképp a súlyzós edzést szoktam javasolni. Az egész világon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő sport sikere minden tévhit ellenére nem lehet véletlen, hiszen sokaknak nyújt tartós segítséget egy sikeres fogyókúrához, vagy a sportos, egészséges életmód elkezdéséhez.
Judóval folytatjuk adásunkat, jól kezdték az idei versenyszezont az NTR judokái. Lendváról ugyanis 3 arannyal érkeztek haza. Stúdiónk vendége az NTR judó szakosztályának egyik edzője, Mester Marcell. Jó estét kívánok, szervusz! Sziasztok! Na hát mielőtt rátérünk az idei év első versenyre, egy picit összegezzük az előző évet. Hogy zártatok, mennyire voltatok sikeresek, és esetleg mondjuk a tavalyi lendületből maradtam én ugye az első versenyre? Hát mindenképpen sikeresnek értékelem a tavalyi évet, a lendület megmaradt, én úgy érzem, hogy visszük is tovább ezt a lendületet. Tavaly évről annyit a sikerekről, a versenyedményekről. Tudni kell azt, hogy mi 2013 óta foglalkozunk egy úgynevezett ovi judóval, és ebből az ovi judóból, akik most fölzárkóztak és szépen felőttek fölfelé, elérték ezt a diák C korosztály szintet, ami azt jelenti, hogy 10 éves kor, 10-11 évesek, és igazából az eredményeket most ők hozzák a legjobban. Ez körülbelül egy ilyen 15 fő teszt kínálunk, akik rendszeresen is versenyeznek, és rendszeresen térünk haza bajnokságokról, diákolimpiákról, érmekkel. Hogy csak egy-kettőt megemlítsek így nagy vonalakban, a tavaly 17-es diákolimpián volt körülbelül 10 indulunk ebből a C korosztályból, ebből hoztunk 2 aranyat, 3 bronzérmet, tehát elég népes az a dolog, tehát azt mondhatjuk, hogy a 10 emberből hoztunk 5 érmet, az elég jónak számít, úgy gondolom. A bajnokságon pedig indultunk 6-an ebből a létszámból, és itt is hoztunk 2 aranyat és 3 bronzérmet, és egy pontszerző helyet. Lendület megmaradt, elkezdődött az idei verseny, ez az Lendván voltatok, nem is olyan régen, 3 arany, több száz induló volt, ha jól tudom, mennyire volt nehéz megszerezni 3 aranyérmet, mennyire volt erős a mezőny? Így van, hát ez egy elég erős mezőny volt, ugyanis ez egy nemzetközi verseny volt, ahol különböző nemzetiségű klubok is voltak, tehát benne a szlovák, horvát, román, magyar klubok is voltak Magyarországról, és nem csak mi. Nagyon kemény mezőny volt, népes is, több mint 400 versenyző volt az induló. Ugye azt tudni kell, hogy decemberre van egy kisebb leállás, egy ilyen kis uborka szezonnak hívjuk, amikor ugye karácsonyi időszak van, szilveszter, kicsit nehezebbek az edzések, a megoldás, ugye a gyerekek is családban vannak, ezért mindig kicsit félve indulunk el a januári versenyeken, hogy milyen érmeket hoznak, vagy hogy alakul, de hála azértnek idén ez nagyon pozitívan alakult, ugyanis itt is 9-en mentünk ki, és itt is körülbelül 6 érmet hoztunk, ugyanilyen vegyes felbontásban volt benne 3 arany, volt benne bronz, volt benne ezüstérem, tehát itt is nagyon szépen szép helyezéseket értünk el. Következő nagyobb torna mikor lesz majd, amikor szoríthatunk a kanizsai judósoknak? Hát most szépen beindulnak a régiós versenyek, ahol szintén ugyanúgy jól szerepelünk általában, és akkor szépen jönnek majd ugyanúgy a diákolimpiák, aztán szépen jönnek majd a bajnokságok ezzel együtt, de mindenek előtt ezek a régiós versenyek nagyon fontosak, ezek sorra jönnek majd a régióba, ugyanis ezek egy jó felkészítő meccsek tudnak lenni a későbbi diákolimpiára, illetve a bajnokságokra a gyerekeknek. Mennyien vagytok most itt a judó szakosztályban? Azt mondhatom, hogy nagyon népes a csapatunk, több mint 110 regisztrált tagunk van, ebből 43 az, aki hivatalosan versenyző is, és ebből egy jó 15 fő, akik aktívan versenek, ez amit az előbb említettem, ez a C korosztálya fő részlete kiteszi. Úgyhogy nagyon sokan vagyunk. A többségét a korosztályunknak ez a C korosztály teszi ki, de van serdülő, illetve még ifi versenyzőnk is, akik nem a aktivitással, nem a részvétellel, mint a 10 éves korosztály, de ugyanúgy ott vannak és csinálják a judót, illetve vagyunk felnőttek is, kisebb létszámba, valaki csak hobbi szinten, tehát nem versenyez, de hobbi szinten lejár, és elég sokan vagyunk így azért, azt elmondhatom. Több mint 100, akkor mondhatni, hogy elég népszerű sport a judó itt Kanizsán, lehet hozzátok csatlakozni, meg ha lehet, akkor mondjuk hány éves kortól ajánlod? Így van, tehát persze, hogy lehet. Ugye az előbb említettem az ovi judó dolgot, tehát már elég kiskorban megfogjuk a gyerkőcöket. Ez kifejezetten az ovi judó ugye arról szól, hogy az ő maguk szintjén megtanulják a judót, mint alapot. De ugye hát ezáltal, hogy picikék, megtanulják ezáltal a fegyelmet, a rendet, megtanulják az egyensúlyérzéket, ad nekik egy állóképességet, ugye innen elkezdődik, tehát azt mondhatom, hogy gyakorlatilag óvodás kortól lehet jönni, egészen a 100 éves korig, mert hogyha egy idősebb ember jön vagy hölgy hozzánk, azt se küldjük el, mi vagy azt mondjuk, hogy a judó az mindenki és mindenkit vár tárt karokkal,
nem muszáj neki bajnokságokon részt vennie, de hogyha egészségesen szeretne élni, szeretne egy jót mozogni, de talán az önvédelemből szeretne kicsit többet tudni, hogy utcán meg tudja magát védeni, akkor szeretettel várjuk, úgyhogy a felvétel az folyamatos, tehát nincs ilyen, hogy ettől és eddig, gyakorlatilag egész évben várjuk a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Tehát én is bármikor mehetek hozzátok, lehetek-e bajnok? Igen. Mindenképp fogok kihozni a legtöbbet, mindenképp fogok kihozni a legtöbbet. Nyilvánvaló, hogy ahogy az ember idősödik, mindig később kezdi, annál nehezebb. De volt erre konkrét példa, amikor egy ember, akit én személyesen edzettem, ő úgy tudott csak jönni edzésekre a munkája miatt, hogy egyeztetés alapján egy személyi edzést csináltam neki. Én fél év alatt, mivel elkezdtük, hogy ott fél év alatt, hiszen csak velem edzett, szinte szó szerint, fél év alatt eljuttattam oda, hogy elmentünk egy országos Nevazal bajnokságra, és ott bizony elhozta a hetedik helyet, a pontszerző helyet elhozta. Úgyhogy, hogyha később is kezdi az ember, akkor is lehet, nyilvánvalóan annál nehezebb, de akkor is lehet akarással és hozzáállással szépségeket elérni. Legfőbb célok idénre, mi az, amit szeretnétek elérni, akár a klub, vagy akár mondjuk egyéniben valakitől, mit vártok? Mindenképpen szeretnénk továbbvinni főleg ezt a korosztályt, hogy menjenek tovább. Most ugye még a C-korosztályba tartoznak, most eltelik még egy-két év, és elérnek a serdülőbe. Mindenképpen szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek, akik most hozzák az eredményeket, illetve akik később csatlakoznak, eljussanak a válogatott kerettagba. Tehát serdülőkorban ugye már be lehet jutni a válogatott országos kerettagba, mindenképpen szeretnénk, hogyha ők tovább mennének. Illetve egy másik korcsoport, ugye az Ovi Judo, akik idén már lesz, aki átkerült az iskolás csoportba, az Oviból. Két év múlva meg átkerülnek már a mostani ovisok, hogy ezt a létszámot is, ami nagyon népes egyébként, több mint 15-20-an vannak az óvodások, vigyük tovább ebbe a C-korosztályba és versenyeztessük őket. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Ennyi volt már a Szertár, új műsorral egy hét múlva is várjuk majd önöket, én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!